Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit, Lipták Péter vagyok, mutatom, mit kínálunk mai műsorunkban. Elfogadták a város éves költségvetését. Bátaszéken is elűzték a telet. Civil fórum a város idei terveiről. Ahogy mi látjuk a világot, címmel nyílt kiállítás. Kevesebb pénzből gazdálkodik Bátaszék 2022-ben, mint tavaly. Elfogadták a város módosított költségvetését. Az ukrán-orosz háború miatt viszont a bornapokra szánt összeget mintegy 13 millió forintot elkülönítettek egy humanitárius válságkezelő számlára. Módosítottak az eredetileg tervezett 2022-es költségvetésen Bátaszéken. Ezt a verziót viszont a március 2-án tartott rendkívüli ülésen elfogadta a képviselőtestület. Döntött a képviselőtestület Marketing Kft. Üzleti tervének módosításáról. A Fidesz frakció indítványára úgy döntött a képviselőtestület, hogy 2022-ben kialakult háborús helyzetre, menekült helyzetre tekintettel nem tartjuk meg nagy valószínűséggel a bornapok rendezvényt, illetve az utcafesztivállal kapcsolatos eseményeket. Így ezekre az eseményeket tervezett költséget nem adjuk át a Marketing Kft.-nek, ezzel csökkentettük egyrészt a szerződéses összegét, és csökkentettük az üzleti tervét. Az az összeg, ami gyakorlatilag a rendezvényekre volt első fordulóban elkülönítve, ez a költségvetésen belül az ukrán helyzettel kapcsolatos humanitárius válságkezelésére, céltartalékba kerül elhelyezésre. Ez mintegy 13 millió forintnyi összeg. Ezt abban az esetben kerül majd felhasználásra, ha is amennyiben városunknak közvetlenül segítséget kell nyújtani ennek a helyzetnek a kezelésére. A 2022-es évben 1,5 milliárd forintból kell megoldják a város üzemeltetését. Alapvetően ezt a költségvetést azért a megszorítások és az elvonások jellemzik. Az állami támogatások stagnálódtak, igazán még az infláció követés sem történt meg a támogatások tekintetében. Sajnos továbbiakban is sújt bennünket a gépjárműadónak az elvonása. Sokkal nagyobb mértékben kell szolidaritási hozzájárulást fizetni az önkormányzatnak. Ebből adódóan sokkal nehezebb volt magát a költségvetést összeállítani, de törekedtünk arra, hogy az intézményeink működtetése az biztonságos legyen. Törekedtünk arra, hogy a dolgozóink legalább infláció mértékű béremelésben részesüljenek. Mi minden egyes dolgozónknak bruttó 40 ezer forinttal emeltük meg a fizetésüket, ez gyakorlatilag a minimálbér emelkedésének különbözete. Igyekeztünk a szociális ellátások területén is helytállni, bár el kell mondani, hogy egy csökkenő tendenciát tapasztaltunk a központi támogatás tekintetében, ami 2022-re 0 forintra redukálódott, ami azt jelenti, hogy a költségvetésből nem kapunk szociális feladatellátásra finanszírozást. A város ehhez a helyzethez igazodóan mintegy 26 millió forinttal tervezi a szociális ellátásainak kezelését. A polgármester hozzátette, örömteli, hogy a korábban megindított egészségvédelmi és védőoltási programok is a költségvetésen belül tudtak maradni, valamint, hogy a fiatalok tanulmányait is tovább tudják támogatni a felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjjal. Viszont városüzemeltetés terén egy kicsit örlángon fogunk működni, hiszen a megszorításból eredően a korábbi 30 millió forinttal szemben idén csak 12 millió forint körül lesz az az összeg, ami utak, járdák karbantartására fordítódhat a költségvetésen belül. Mint ahogy említettem, rendezvények tekintetében is visszalépések történtek, kisebb hordelejű rendezvényeink lesznek kevesebb költségből, de igyekszünk azokat a pályázati forrásainkat, amelyek beérkeznek a 2022-es költségvetésben megvalósítani, így tavasz folyamán elkezdjük majd a piasztérnek a felújítását, illetve a külön kormányzati támogatás terhére a Kövesdi bekötő útnak, illetve a számvevőségi épületnek a felújítása is többek között meg fog történni. Próbáltuk azt a költségvetést összeállítani, ami mindenki számára vállalható, alkalmazkodva a központi finanszírozás körülményeihez, és igyekszünk a korábbi évek vívmányait lehetőségeink szerint majd megtartani. A szomszédunkban zajló háborús helyzet mellett azonban Bátaszékváros vezetősége sem tudott elmenni szó nélkül. A képviselőtestület közvetlenül is szerette volna kifejezni szolidaritását a háborús helyzet miatt kialakult menekült válsággal kapcsolatban. Ezért úgy döntöttünk, hogy 300 ezer forint támogatást biztosítunk Záhony város önkormányzatának.
azért Záhonynak, mert ők vannak gyakorlatilag az első vonalban. Tehát ez az a település, ami szinte közvetlenül első alkalommal találkozik azokkal a menekültekkel, akik a háború elől menekülnek és jönnek át Magyarország területére. Ezen kívül adománygyűjtést is szervezett a város, melyel a háborús menekülteknek nyújthatnak segítséget a település lakói. A Művelődési Házba hozunk létre egy adománygyűjtő pontot, ahol hétköznapon 8 és 16 óra között lehet behozni azokat az adományokat, amelyeket megjelölünk majd a felhívásban. Ezek elsősorban tartós élelmiszerek, higiéniai eszközök, kisgyermekek neveléséhez, ellátásához szükséges eszközök. Ezeket is össze fogjuk gyűjteni, és ezt is közvetlenül Záhony önkormányzatának fogjuk eljutatni, annak érdekében, hogy ők közvetlen módon tudják egyrészt az odaérkező menekültek ellátását folyamatosan biztosítani, másrészt rajtuk keresztül tudjanak segítséget nyújtani határ túloldalán rekedt, akár magyar, akár ukrán, akár orosz állampolgároknak. Bátaszéken is elűzték a telet. A régi korok hagyományát, a kiszabáb égetést elevenítették fel a városban húshagyó kedden, csatlakozva a mohácsi égetéshez. A mágyarakást megelőzte egy kézműves foglalkozás, ahol minden résztvevő elkészíthette a saját kiszabábját, amit a nap végén tavaszi dalok éneklése mellett tűzre dobhattak. Szorgos kezek dolgoznak a kiszebábokon, a bátaszéki Petőfi Sándor Művelődési Házban. Az intézményben hagyomány, hogy minden hónapban valamilyen tematikus kézműves foglalkozást szerveznek a város aprajának és nagyjának. Most a mohácsi busójáráshoz csatlakozva kiszebáb készítést és égetést tartottak, hogy ezzel bátaszéken is elűzzék a telet. Anyagdarabokból készült bábot készítettünk, kicsit ilyen népies jelleggel, kis csipkével, kendővel, házi vászonnal például azt olyan anyagdarabokat hoztam, ami kifejezetten kartonanyag, vagy tehát, hogy ilyen népies jellegűre vettük egy kicsit most. Volt, aki két munkadarabot készített, egyet, amit hazavitt, mert túl szépnek gondolta az égetéshez, és akkor készült egy olyan, amit nem sajnáltak a tűzbe dobni. Ennek többféle hagyománya van a magyar nyelvterületen. Ugye Mohácson, illetve hát igen, Mohácson a busok ilyen ilyenkor égetnek húshagyókedden, illetve Székelyföldön is és a felvidéken is többféle tél temetési hagyomány létezik. Felvidéken például bőgötemetésnek hívják, vagy dőrejárásnak van, a Kisalföldön Rába közben például bohócjárásnak, hogy ilyenkor az utolsó, a farsang utolsó három napjában járják a falut beöltözve, és hát mindenféle tréfát csinálnak hasonlóan, mint a busok, illetve a Kiszejárás ez virágvasárnaphoz tartozik, az már ugye a húsvét előtti időszak, akkor pedig felöltöztettek régen a lányok egy hasonló bábút, mindenki adott rá egy viseletdarabot, és énekszóval mentek végig a falun, és ezt a bábút vitték ki, és akkor ott akkor már nem égették, hanem beledobták a falu széli patakba. Ezzel jelképezve, hogy kivitték a rosszat és a betegséget a faluból, visszafelé pedig zöld ágakkal érkeztek, amivel behozták a tavaszt. Ezen a vidéken azonban az égetés a jellemző. A megrakott mágjára a Művelődési Ház dolgozói által készített Julcsa nevű kiszebáb is felkerült. A rakás meggyújtása után tavas csalogató dalokat énekeltek a jelenlévők, ezzel hívták a jó időt. Tavaszi szél vízet áraszt, virágom, virágom. Aztán a gyerekek is tűzre dobták saját készítésű kiszebábjaikat. Meggyulladt a fejem! Na már én is beledobom az enyémet. Dobjátok! Jöjjön a tavasz, vesszen a tél! A
Általában Béda Anita tartja ezeket a kézműves foglalkozásokat a művelődési házban. Azt mondja, gyermekkora óta része az életének az alkotás. Minden életszakaszomban csináltam valamit, mindig mást, mindig új hobbit találtam ki. Nekem ez hozzátartozik a mindennapjaimhoz, engem ez kapcsol ki, ez tölt fel. Én nagyon szeretek a gyerekekkel is foglalkozni. Az óvodában is rengeteget barkácsolunk, alkotunk velük. Nagyon sok fejlesztő hatása is van a gyerekekre. Finomodik a kezük, a finomotorikájuk fejlődik ezáltal. A képzeletük, a kreativitásuk, ez ilyen komplexen fejleszt mindent. Ezen kívül fontosnak tartja azt is, hogy ne csak a kézügyességük és a kreativitásuk fejlődjön ezáltal a gyerekeknek, hanem a hagyományokat is megismerjék. Én azt hiszem és azt vallom, hogy a hagyományok keretet adnak az ember életének, és teljesen eltávolodtunk ezektől a hagyományoktól, és az lenne a jó, hogyha visszakaphatnánk, visszatanulhatnánk ezeket, mert akkor meg lenne az a fogóckodója az emberi életnek, ami átsegítene a mindennapokon. Civil fórumot tartottak Bátaszéken. Az eseményen szó esett a tavalyi évről, illetve a 2022-es év elképzeléseiről, terveiről. Továbbá egyeztették a város rendezvényprogramját. Ami biztos, hogy idén jelentősen kevesebb forrás áll a település rendelkezésére, így több nagyobb program is veszélybe került. Óvatosabb tervekkel vág neki Bátaszék város önkormányzata az évnek, ugyanis érzékenyen érintették a város költségvetését a járvány miatti megszorítások. Többek között erről beszélt Bozsolik Róbert polgármester a civil fórumon. Évek óta hagyomány, hogy itt évelején egy civil fórum keretében leülünk és egyeztetjük mindazokat a közös feladatainkat, elképzeléseinket, amelyek a város élete szempontjából is fontos, hiszen a városunk működésének alapillérei az a 31 néhány civil szervezet, aki itt tevékenykedik, akár hagyományápolásban, sportban, gyerekekkel kapcsolattartásban, és nem feledkezhetünk meg a nyugdíjasokról sem, hiszen ők is nagyon aktívak. Ebben az esztendőben is egyrészt egy kicsit visszatekintettünk 2021-ről, beszéltünk arról is, hogy hogy élték meg ők ezt a helyzetet, illetve mit tudott a város segítséget nyújtani. És hát a 22-es tervekről, elképzelésekről is beszéltünk, egyeztettük a városnak a rendezvényprogramját, egyeztettük a támogatási lehetőségeket, hogy hogyan tudunk mi forrásokat biztosítani. Idén úgy tűnik, hogy a város költségvetése egy komoly, mint egy 100 millió forintos hiánnyal indult, és ehhez kellett igazítani a feladatainknak a finanszírozását. Minden terület egy kicsit áldozatul esett, legyen a szociális ellátás, városüzemeltetés, rendezvények tekintetében, annak érdekében, hogy biztonságosan tudjuk azokat a megtervezett feladatunkat finanszírozni, amit 2022-ben megpróbálunk elvégezni. Sajnos a 2022-es költségvetése a városnak hát nem túl rózsás, nem sok mozgásterünk van, és ebből adódóan sajnos a civil szervezetek tekintetében is egy kicsit vissza kellett lépni. Egyelőre úgy döntött a képviselőtestület, hogy első fél évre mintegy 2,5 millió forintos keretet biztosít a civil szervezeteknek pályázati keretösszeget, erre lehet a működésükhez pályázni. Nagyon bízunk benne arra, hogy ezt a második fél évben egy újabb 2,5 millió forinttal majd ki tudjuk egészíteni. És vannak kiemelt szervezeteink, kiemelt szervezetek tekintetében pedig a tavalyi évi támogatást tudjuk biztosítani annak érdekében, hogy a feladataikat zavartalanul tudják ellátni majd 2022-ben. Az elmúlt két év járványügyi helyzete a civil életben is nyomot hagyott. Hiszen mindenki egy kicsit zárkózottabbá vált, mindenki kicsit távolságtartóbbá vált, és hát személyes jelenlét nélkül nehéz civil életet élni. Ezért arról is beszéltünk a megjelent egyesületi vezetőkkel, hogy az ő felelősségük is nagy, próbálják a régi szép emlékeket felidézve újra visszacsalogatni a tagjaikat, hiszen a város ünnepségei, rendezvényei rajtuk keresztül szerveződnek, hiszen az ő segítségükkel tudjuk csak igen színvonalasan ezeket a programokat létrehozni és megszervezni. Ahogy mi látjuk a világot címmel nyílt kiállítása a bátaszéki Petőfi Sándor művelődési házban, Fodor Ferencné és Sarvaic pap Julianna munkáiból.
A tárlat április 4-éig tekinthető meg. Fodor Ferencné a 70-es években kezdett el hobbi szinten fotózni. A hobbiból aztán szenvedély lett, így napjainkig már számos kiállításon, több településen is bemutatta alkotásait. Többek között Bátaszéken is, ahová ezúttal alkotótársával, Sarvaic pap Juliannával érkezett. A fotós tagja a Bárka Művészeti Szalonnak és a Cserhát Művészkörnek is. Kedvenc témája a természet, azt mondja, a fényképezőgépet mindig magánál tartja. Mindig szerettem a természetet, és meg szerettem fotózni, úgyhogy kedvet kaptam hozzá, és ez a részem, meg nagyon sok esetben, hogy mondjam, életmentő tevékenység volt számomra, mert elég sok tragédia ért, és ebben eléggé ki tudok kapcsolódni. Gyakorlatilag vevő vagyok mindenre, épületre, virágra, növényre, állatra, úgyhogy teljesen mindegy. Sokszor, ha megyek a városba Szekszárdon, akkor ugyanúgy mindig viszem magammal a gépet. És vannak érdekes pillanatok, amit sokszor azután derül ki, amikor már felteszem a gépre a képeket, és akkor látom, hogy éppen egy bogyót fogyaszt a rigó, vagy... Szóval nagyon-nagyon aranyos. A korcsolyások, az is egy szálkai tónál fotóztam, és valami számomra különleges hangulata van az egésznek, vagy a jégcseppek, az is szálkán készült, és hát nagyon sok mindenben támogatott a férjem, amíg élt, és tényleg abszolút partner volt, hogy mindenhova elvitt, de hát sajnos ez másképp alakult most már. Ez egy nagyon jó menekvés sokszor a borzalmak elől is, mint jelen pillanatban is, ami történik a világban, mert ezek olyan szép dolgok számomra, hogy értetnek. Sarvaic pap Julianna 20 éve ragadott ecsetet terápia gyanánt, ugyanis egy komoly betegséggel kellett megküzdenie. Úgy fejlesztettem magam az interneten keresztül, és akkor hála Istennek most már a Bárkásokkal vagyok, és ott meg már közösen segítenek, illetve segítjük egymást. Hogy úgy gondoltam én, hogy ha csak festmény van, ugye akkor már annyi kiállítás van Tolna megyében, hogy nehogy unalmas legyen, és akkor így gondoltuk azt, hogy egy fotós, meg egy festmény kiállítás. A természet mondjuk az a kedvenc témám, és hogyha megnézzük majd a képeket, akkor azt lehet látni, hogy nagyon sok képemen rajt van a fa. És én egyszer ezt kérdeztem egy pszichológustól, hogy miért van az, hogy majdnem minden képemen bokorfa rajt van, és azt mondta, hogy ez a betegségből kifolyólag, hogy az élni akarás, ugye, hogy a fa, az bár lehet az hegység, folyópart, tökéletesen mindegy, a fa az élni akarás jelképe, és hogy valószínű, hogy azért festettem, vagy festek többször fát, vagy több képre fát. Mindegyik kedvenc. Amelyiket akkor festem, akkor az a kedvenc. De egy van itt a síró bohóc, tehát a festék, az érzelmek a festék alatt. Ez talán azért, mert az életben is úgy van, hogy nagyon sokan mutatjuk azt, hogy vidámok vagyunk, de belül azért mégis sok minden fáj. Tehát talán az a kép az így egy eléggé kifejező kép szerintem. Az alkotó azt mondja, a festés elsősorban megnyugvást ad neki. Hogyha ideges vagyok, akkor például rögtön nekiállok festeni. És mint ahogy mondtam, ugye akkor, amikor beteg voltam, nekem ez egy nagyon jó terápia volt, és ezt merem mondani, hogy ugye rákos voltam is, tehát ha valaki ilyen beteg, akkor bátran nyúljon ilyen dolgokhoz, mert nagyon sok, nagyon jól eltereli a figyelmet. A kiállítás április 4-ig tekinthető meg a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!